Sziasztok, tisztelettel üdvözlök mindenkit, innen a konyhából jelentkezek. Ez lesz a karácsonyi vlog második része. Az első részben mutattam, hogy tisztettem ki a házat kívülről. Ebben a második részben meg fogom mutatni a hagyományos töltött káposztát, hogy állítom össze én a francia feleségemmel. Tehát jam, feliratkozás és jó szórakozást. Köszönöm. Látjátok, készül a töltött káposzta. Tehát Franciaországba is megadjuk a szokást. 4,5 kg füstölt hús bele. Tehát ilyent vettem, nézzétek meg. 16 euró, 1 kg 100 gram. Ebből van 3 darab. Tehát 3 kg 400 gram füstölt húst rakok bele. Tehát így gyúrja össze a francia feleségem a töltött káposztának valót. Ahogy látjátok, elkészült a tészta, töltött káposztának a tésztája, összegyúrtuk a húst, nézzétek meg milyen szép, és emberek, savanyú káposztából állítom össze. Tehát nézzétek meg, saját otthonomból érkezett a savanyú káposzta postán. Tehát. Na, így néz ki a hús, ahogy kibontottam. Most kezdődik töltött káposzta összerakása. Mostan megmutatom nektek, hogy én hogy csomagolom be a töltött káposztát. Nézzétek meg! Én szoktam készíteni, tehát berakjátok, megtűritek a sarkát rá, másik sarkát rá, és akkor utána így szépen feltekeritek. És megnyomogatjátok, és így jön ki egy töltelék. Nézzétek meg az edényt, hogy alakul. Tehát hús, hús. Itt van még a másik hús a másik felén. Látszik. És még egyszer megmutatom, tehát még egyszer. Veszek, nézzétek meg egy ilyen nagy lapot. Levágom ezt a kemény részét. Megtöltöm jól hússal, nagy tötelékeket csinálok, mert nagyok a lapok. Nagy a lapu, bocsánat, káposzta. Rátekerem, megtekerem, szélit levágom, kicsit, ezt a szélit visszatűröm alá, másik szélit visszatűröm alá, így, és akkor utána tekerem fel, és így néz ki. És rakjuk ide. Tehát így néznek ki. Tehát ahogy látjátok, megtelt ez az edény. Ez a lábos tele van. Még maradt egy kis paszta, maradt egy kis anyukáposzta. Most meg fogom tőtni a kukiót. Itt is készítettem ennyi hús, tehát nagyon sok tőtelékünk lesz. Maradjatok velem, és fogjátok látni, mikor megfő. Na, elkészült a töltött káposzta. Így néz ki. Nézzétek és csodáljátok. Lássátok. Kenyér, tejfő. Köszönöm, hogy megnéztetek, ha megkívántátok. Készítsetek el, ti is láttátok a receptet. Ha valakit érdekel az én kis receptem, szívesen leadom neki. Minden jót kívánok, kövess mindenhol, köszönöm, hogy kövess mindenhol, sziasztok!